A szakképzési törvény értelmében már csak azon gazdálkodó szervezetek folytathatnak gyakorlati képzést, ahol az adott szakmában mestervizsgával rendelkezik a gyakorlati oktató. A törvényi kötelezettség anyagi terhet jelent a cégeknek, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégeket, vállalkozókat is segítette. 19 szakmában összesen 180 főnek biztosítottak támogatott mesterképzést a Dolgozva Tanulj című projekten belül. Végül 18 szakmában 173 mester vehette át a szakma legmagasabb szintű tudását bizonyító mesterlevelet. Tanulókat is foglalkoztatok, és ugye kijött egy olyan rendelet, hogy ezentúl nem lehet már csak mesterképzésen résztvevőknek tanítani, és ez nagy segítséget kaptunk, 300 ezer helyett 60 ezeret kellett csak fizetnünk, és ez volt a másik motiváció. A program során a hallgatók pedagógiai vállalkozási ismeretekre tehettek szert, de a szakmájukban új technológiai módszereket is megismerhettek, hangzott el a rendezvényen. A mai rendezvény is azt a célt szolgálja, hogy a külső gyakorlati képzőhelyeken, vagy a duális képzés keretek között minőségi oktatók álljanak rendelkezésre, akik a gyakorlatot ismerik. Ez a mestervizsga, mesterlevél, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinált, tulajdonképpen ez egy támapos program volt, ez itt Nyíregyházán az én véleményem szerint sikeres lesz, és remélem a jövőben azt a hasznot meghozza, amit várunk tőle. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója kiemelte, 2018-ra hazánkban csak olyan ember oktathat majd, akinek mestervégzettsége van. A szakemberek mintegy 80%-a már rendelkezik mestervizsgával és levéllel, de a későbbiekben is támogatják majd azokat, akik a szakma legmagasabb szintű tudását bizonyító végzettséget meg akarják szerezni. Minden olyan gazdálkodónál, ahol tanuló gyakorlati képzés van, biztosítani fogjuk a támogatott képzést. Ez azt jelenti, hogy a képzés 80%-át teljes egészében tudjuk finanszírozni, vagy uniós forrásból, vagy központi szakképzési forrásból. Nem marad senki sem ellátatlanul, és ennek megfelelően teljes egészében minden gyakorlati oktató meg tudja szerezni ezt a végzettséget. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Dolgozva Tanulj című projektje közel 2 éve alatt támogatott mesterképzéseken vettek részt többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fodrászok, autószerelők és szakácsok.